Van egy jó és egy rossz hírem. Kezdhetném a kérdéssel, hogy melyikkel kezdjem, ahogy szokták, ugye a jót vagy a rosszat mondjam először. Én először a rosszal kezdem. Nem, először a jóval kezdem. Kicsit elgondolkoztam azon, hogy tényleg melyikkel kezdjem, melyik jó vagy rossz, hogy a jóval vagy a rosszal, vagy a rosszal vagy jóval kezdjem. Tehát ez a jó és a rossz dolog, ez nagyon nagy kérdés mindenki számára, hogy igazából mi jó és mi rossz. Sokat töprenghetünk azon, hogy valami jó számunkra vagy rossz, és általában ez attól függ, hogy milyen szituációban kapjuk azt a dolgot, amiről éppen ezt el akarjuk dönteni. Tehát a jó hírem az, hogy az emberek fele biztosan szeret téged. Ez nem egy statisztikai felmérés, hanem ez egy logikus következtetés, és majd elmondom, hogy miért gondolom úgy, hogy az emberek fele biztosan szeret téged, illetve azt is elmondhatom így jó hírként, hogy bármire ránézel a világon, az biztos, hogy amit látsz, annak a fele jó dolog. Mi lehet a rossz hír? Hát a rossz hír bizony az, hogy az emberek fele téged nem szeret. Bármit csinálsz, az emberek 50%-a utálni fog. Na nem a kedvedet szeretném elrontani azzal, hogy az emberek fele nem szeret, mert nézhetjük ezt úgy is, hogy mennyire jó, hogy a másik fele pedig szeret. Inkább a problémát szeretném felvetni, hogy mi jó és mi rossz. Persze erről már beszéltünk, hogy jó és rossz az nincsen, ez tulajdonképpen annak a függvénye, hogy te honnan nézed ezt az egészet. Tehát ugye az, ami neked jó, az lehet, hogy egy másik embernek rossz, így hát mindenképpen, ha valamit csinálsz, akkor ez valakinek jó lesz, valakinek rossz lesz. Nem azért, amit teszel, hanem kizárólag azért, amit eredményez, vagy amilyen szituációból ez kialakult. Lehet, hogy ez túl banális ahhoz, hogy ezt megértsük, mégis sajnos bármilyen beszélgetésben folyamodok bárkivel, általában ez a probléma előjön, és a vitákban, a megbeszélésekben a jó vagy a rossz dolog kardinális kérdés, eszerint ítélik meg azt, hogy csináljanak valamit az emberek, vagy ne csináljanak, folytassák, vagy ne folytassák, barátkozzanak valakivel, vagy ne barátkozzanak. Egyáltalán mi jó, mi rossz, ezt mindig el akarjuk dönteni. Nagyon természetes dolog ez a szándék, hogy el akarjuk dönteni, hiszen egy olyan világban élünk, ami erősen kettőződik, tehát bármi, ami ebben a világban létrejön, az két anyagból mondjuk létrejön, a két anyag kapcsolatából lesz egy, illetve az egy dologból majd valahogy osztódással lesz egy rendszer, tehát az lesz a rendszernek a követelménye, hogy egy valami elkezd osztódni. Például van egy gondolatod arról, hogy hogyan szeretnél élni a jövőben, és ez a gondolat fog osztódni különböző részekre, először két részre, hogy a gondolatot megcsináld, megvalósítsd, vagy ne valósítsd meg. Ha megvalósítod, akkor így, vagy úgy. Ha így, akkor ez lesz, vagy az lesz az eredménye. És így alakul egy kis fa, amely nagyon nagy lombozattal fog bírni, tehát rettentő sok részekre fog bomlani minden, de mindig először két részre bomlik. Az is lehet, hogy van mindig egy hármas választási lehetőséged, és azt mondod, hogy jobbra, balra vagy egyenesen menjek, de igazából ez kettő választási lehetőség, a középső az mindig adott. Lehet az, hogy választasz valamiből, mit kérsz, eperfagyit, málnafagyit vagy pisztáciát, és akkor valamelyikből választasz. Nyilván itt nem a duális világról beszélünk, itt már nagyon sokféle tényező befolyásolja azt, hogy neked döntési lehetőséged van, és mit fogsz dönteni. Valójában a döntési mechanizmusodban viszont ott lesz a dualitás, hogy ez számodra jó vagy nem jó. És ez a jó vagy nem jó, ez megkeseríti az életünket. Persze be is aranyozza, akkor, ha mindig a jó oldalra esünk. Mégis azt tanácsolom bármiben, és nem is akarok ebből egy hosszú vlogot csinálni, hogy fogjuk föl a jót és a rosszat, mint valami olyan tényezőt, amivel nem igazán szabad foglalkozni.
csinálnod kell a dolgodat, létre kell hozni eredményeket, és bármit fogsz csinálni, valóban az egyik fele az emberiségnek ezt nem fogja szeretni, a másik fele fogja szeretni. Foglalkozz azzal, aki szereti, és foglalkozz azokkal is persze, akik nem szeretik, de akkor is bármit fogsz értük tenni, az emberek fele ezután csak egy másik fele, egy másik része, az egyik fele szeretni fog, a másik nem. Tehát ez egy örök vita, ez egy örök probléma lesz. Na, hogyan jöjjünk ki ebből pozitívan? Sehogy nem kell pozitívan kijönni, mert ugye az megint pozitív vagy negatív, hanem egyszerűen csak gondolkozzunk el azon, hogy hogyan élünk, és ha arról van szó, hogy amit csinálsz, az jó vagy rossz, akkor inkább gondolj arra, hogy a lényeg, hogy boldoggá tesz, vagy sem. És ha boldoggá tesz, csináld. Ha másokat is boldoggá tesz, akkor még inkább csináld. Ha minél több embert boldoggá tesz, annál inkább csináld. Persze a végeredményben az emberek fele téged úgysem fog szeretni. De vedd a jó oldalát, hogy a másik fele viszont imád. Na, folytassuk mégiscsak ezt a gondolatot. Létezik egy teória, miszerint amennyi jót csinálsz az életben, annyira nő a rossz a világban, és viszont amennyi rosszat csinálsz, annyira nő a jóság. Az egyik felében, egyik felével egyet tudok érteni, másik felében nem vagyok olyan biztos. Tehát, hogyha valami jót csinálsz, tehát például fölkapcsolod a lámpát, és minél nagyobb fényerőre kapcsolsz, annál jobban nő az árnyék, a sötétség, tehát mögötted, ha rád világít ez a fény, vagy valakire rávilágítasz, akkor az árnyék annál erősebb lesz, minél erősebb fénnyel világítod meg. Ellenben a sötétséget nem tudod így növelni, tehát nem lesz nagyobb fénye valaminek, hogyha a sötétség nő. Tehát nagyon érdekes a dolog, hogy a sötétség önmagában nem tud létezni és nem tud nőni, azt a fény fogja létrehozni. Ha meg fény nincs egy életben, egy világban, akkor eleve sötét van, de akkor nem tapasztaljuk egyáltalán azt, hogy jó vagy rossz létezik. Tehát akkor csak létezik egy valami, ami igazából nem létezik, nem érzékelhető, és így nem létezik számodra. Amennyiben persze a fényt erősítjük, akkor nő az árnyék, sokkal nagyobb lesz a sötétség mögötted. Mi a megoldás arra, hogy azért ne legyen ez annyira lehúzó hír, ez a jó és a rossz hír? A megoldás az az, hogyha belegondolsz abba, hogyha minél jobban fölkapcsolod ezt a lámpát, és minél nagyobb fényerőre törekszel, akkor való igaz, hogy az árnyék nő, de tegyük föl, hogy a környezetedben ég ez a lámpa, és ahogy rád világít, így látnak téged, fényben látnak téged, tehát azt mondják, hogy ó, ott van a fényben valaki, és ez egy jó dolog, mégis mögötted a te tested árnyékot vet, tehát tulajdonképpen a te életed, amit cselekszel, az mindig valahogy a sötétségbe visz mindenféle folyamatot, hiszen rád világít a fény, és mögötted árnyék van, tehát bármilyen jó dolgot csinálsz, akkor is mögötted sötétség lesz valahol. Lehet, hogy ezt te pont nem nézed, mert nem arra figyelsz, és így nem látod. Amit ez ellen tudsz tenni, hogy ne legyen árnyékod, az pedig az, hogy te magad legyél a lámpa. Te legyél az, aki fény bocsát ki magából, és akkor hiába világít be bármilyen fény, akkor a te fényed legyen erősebb ennél a fénynél, vagy legalább ugyanolyan erős, és mögötted nem képződik árnyék. Tehát ez a megoldás arra, hogy az emberek fele utálni fog, bármit is csinálsz. Kivéve, ha tanulsz, akkor nem fog utálni, ha új információt hozol, nem fog utálni, ha új dolgokat cselekszel, tehát fény vagy más emberek életében, akkor nem lesz árnyékod, és így előbb-utóbb bevilágítasz mindent, előbb-utóbb mindenhol ott lesz a fény, amerre jársz. Úgyhogy eljutottunk meg itt oda, ahova mindig eljutunk, tanulni kell.